Hát ha állatok világnapja, akkor biztosan tartogat valamit a vendégeinek a Kecskeméti Vadaskert is. Most például nem csupán a mai napon, hanem 3 napon keresztül kedveskedtek a családoknak a szervezők különféle programokkal. És itt van velem Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója. Üdvözlöm! Na, mivel várták a családokat az elmúlt 2 napban, és még mire számíthatnak a mai napon? Hát természetesen az Assisi Szent Ferencről elhíresült, vagy jó néven vett Állatok Világnapja, ahol a Szent Ferenc az állatok nyelvén értett. Mi is megpróbáljuk az állatok nyelvét ezt bemutatni. Nyilván nem úgy, hogy beszélünk velük, hanem a viselkedésükről beszélünk, megmutatjuk, beszélünk róla, hogy milyenek a védett állatok. Az oroszlán királyt megetetjük közösen a gyerekekkel, nyilván úgy, hogy ők is lássák, hogy milyen egy oroszlán király reggelije, és természetesen itt vannak a simogatók, ahol a nem szeretem állatokat is lehet simogatni, kígyókat, patkányt, óriás csótányt, és ez, ahogy itt már most a 3. napja látjuk, nagyon-nagyon örömet szerez a gyerekeknek. Amin én csodálkozom is, hiszen én is viszolgok egyébként a hüllőktől. Mi a tapasztalat, hogy inkább a kicsik vagy a felnőttek félnek jobban ezektől a úgynevezett nem szeretem állatoktól? Megmosolyogtató, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek a viselkedésformák, ezek tanultak. Tehát, hogyha az anyuka fél a póktól, akkor a kislány is fog félni a póktól. Ezért van az az érdekes helyzet, hogy a kisgyerekek oda mennek a kígyóhoz, a patkányhoz, a szülők meg kellő távolságból szörnyűködve nézik, ahogy a kisgyerekek simogatják ezeket a kis állatokat. És hát a végére meg kell említsük, hogy egy igazi újdonsággal tudnak kedveskedni a vendégeknek. Nem tudom, hogy ez pontosan azért lett így kitalálva, hogy a mai napon az Állatok Világnapját sikerül bemutatni, de hát új jövevények érkeztek. Természetesen egy új majott makui, barna maki csapat érkezett ide Nyíregyházáról az elmúlt napokba, és az új helyükön már nagyon összeszokottan, és lehet azt mondani, mintha mindig itt lettek volna, úgy kedveskednek a vendégeknek látványukkal. Igen, én is láttam, hogy össze voltak ölelkezve a kecskeméti majmokkal az új jövevények. Még egy gondolat erejéig meg szeretném kérdezni, hogy a Kecskeméti Vadaskert mindig csatlakozik a különféle világnapokhoz. Miért tartják ezt fontosnak? Nagyon fontosnak tartjuk, hogy nem csak mint bemutató hely szerepeljünk itt a különböző programokban, hanem oktatunk is, információt nyújtunk is, hiszen nekünk az a talán az egyik legfontosabb az állatok mentése, bemutatása mellett, hogy kicsit visszavigyük a természetbe a gyerekeket, elsősorban a gyerekeket és a felnőtteket is, ugyanakkor megmutassuk azt, hogy milyen együtt élni a természettel, hogyan kell együtt élni a természettel. Tokovics Tamásnak köszönöm szépen. És hát, hogy mennyire tetszenek a programok a helyieknek, azt első kézből fogjuk megtudni Vojkovics Gyöngyitől, óvónőtől, aki most egy óvodás csoporttal érkezett. Üdvözlöm, hogyan tetszenek a programok a gyerekeknek? Nagyon élvezik a gyerekek a programot, főleg azért, amit itt az előbb az igazgató úr elmondott, hogy ezeket az állatokat a saját életmódjukban tudják megnézni, megfigyelhetik, megtapinthatják, olyan információkat kapnak, amiket a tévéből nem biztos, és ami nekem külön örömömre szolgál, hogy ha nézzük a mai magyar meséket, külföldi meséket, elég furcsának tüntetik fel az állatokat, és a gyerekeknek elég torz képük születik, és nagyon örülünk, hogy itt ilyen kedvezően tudtunk bejönni, mert teljesen normális körülmények között látják úgy az állatokat, ahogy azok valójában vannak. Nagyon szeretik itt megnézegetni a kisebbeket, nagyobbakat, ahol lehet az állatsimogatást is igénybe vesszük, és külön örömömre szolgált még, hogy lehetett a információkat, az állatok csontjait megnézték, szőrzetét megismerhették, és úgy érzem, hogy ezekre szükség van így az Állatok Világnapja kapcsán, mert tulajdonképpen nagyon távoli a gyerekeknek, hogy állatok, így egy kicsit közelebb kerül hozzájuk, hogy mit is jelent, hogy az állatokra vigyáznunk kell. És hogyan reagálnak a gyerekek arra, amikor egy kígyót megsimogathatnak, vagy adott esetben most egy patkányt is ide kihoztak, ami ugye tudni kell, hogy nagyon sok felnőtt fél tőle. Azt gondolom, hogy így egészen másként fogadják, ha most így természetben találkoznának velük, vagy utcán, útfélen, vagy a szüleikkel. Én azt gondolom, hogy ott egy kicsi félelem lenne bennük, de így, hogy aki bemutatja, teljes természetesen fogja a kezébe, a gyereknek is természetes, hogy nem kell félni tőle, nem bánt, és ilyenben nem nagyon lenne máskor részük. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mindig kijövünk ide a vadaskertbe, akkor azt mondják a kicsik, hogy nekik a háztáji állatok jobban tetszenek, mint például a vadállatok, amikkel ugye nem találkozhatnak minden nap. Önnek mi a tapasztalat, hogy melyek azok az állatok, amelyek a legjobban tetszenek a kicsiknek?
Hát én úgy gondolom, hogy a házi állatok olyan formában, hogy azoktól úgy tudják, hogy nem kell félni. Érdekes volt, így reggel az egyik kisgyerek mondta, hogy a rossz állatok meg a jó állatok. A gyerekekben úgy alakulnak ki a vadon élő állatok, mint hogyha azok rossz állatok lennének, de mégis az oroszlán ketrec előtt időztünk szinte a legtöbbet, mert különleges, és tényleg nem láthatjuk ezt csak tévében. Azt gondolom, hogy másképpen fogunk hazamenni, mint amilyennel eljöttünk. Akkor már volt értelme kijönni ide a Vadaskertbe. Vojkovics Gyöngyinek köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Aki pedig meg szeretné tekinteni még ma az állatokat, az mindenféleképpen induljon el, hiszen este 7:30-ig még nyitva lesz az állatkert.